Köszöntök mindenkit, ez itt a TNG Podcast 4. évadának 10. része, a mikrofonnál Barkóci Norbert. A mai részben a Joker második részét fogjuk elemezni, és ebben lesz segítségemre az Arkham Elmegyógyintézet munkatársa, Kálmán Lajos. Szia, Lali! Sziasztok! Tudjátok jól, ha nem akartok lemaradni a következő epizódról, akkor iratkozzatok fel a YouTube, illetve a Spotify csatornánkra, Facebookon pedig a TNG Profession néven találhattok meg, ahol mindig az aktuális adásról láthatok információkat. Na de mielőtt a Joker második része jönne, azelőtt ilyen filmes, sorozatos aktualitásokról kérdezlek, hogy láttál-e mostanában valami olyasmit, amit meg szeretnél osztani velem, meg hát a hallgatókkal? Agatha All Along, az az, amit elkezdtem. Ugye ez egy Marveles sorozat. Hát próbál egy kicsit hajazni a VandaVision olyan szinten a VandaVisionre, hogy epizódikus egy kicsit, és akkor behoznak különböző múltbeli sorozatokat, vagy hát filmeket és ilyen korokat, tehát mit tudom, ilyen zenei korokra kell inkább gondolni. Nem mondanám kiemelkedőnek, de most ilyen kis délutáni matinének talán jó. Ez egy, amit most elkezdtem, és futó sorozat. Tehát akkor ez ilyen aktuális, ilyen Marvel sorozat, ugye, és hát ilyen, akkor inkább ilyen kis kitöltőnek, szóval ilyen két, nem tudom, hogy mikor jön a következő nagy Marvel film, de akkor addig így éppen a fanoknak gondolom így jó lehet. Így van, így van. Szerintem jövőre jön valami, ez évben már nem, talán akkor nagyobb filmek is megjelennek vásznon, de ez évben elég gyengusz. Egyébként most így hirtelen még egy beugrott, az In Treatment Hungary. Azt nem tudom, hogy mennyire ismered. Igazából az HBO-n van fent, és nem tudom, hogy találtam rá, vagy miért raktam be a listámra, de egyébként arról szól, lehet, hogy Magyarországon az egyik legjobb sorozatként van így titulálva, amit az HBO csinált. Ez a legjobb az azt érsz, hogy nem tudom, azt hiszem 8 egész alány pont, tehát hogy nem egy ilyen, vagy azt hiszem valami 8 körüli pontról beszélgettünk, nem nagyon extrán kimagasló, arról szól, hogy van egy pszichológusunk, és akkor fogadja a pácienseit igazából. Nagyon tehát nagyon olcsón van megcsinálva, mert a szereplők... Jó, most esetleg, tehát a Terápia című sorozatról van szó. Igaz? Így van. Bocsánat, igen, arról van szó. Azt is ez egy magyar sorozat, persze. Igen, ez egyik első HBO Magyarország által gyártott sorozata. Na, hát még most nem mondanám ki, ez sem kiemelkedőnek, nem tudom, hogy be fog-e indulni jobban. Most még az elején, tehát az első pár rész ment le, ilyen nem tudom, 7-8, de eddig még várom, hogy bontakozzon valami. Kicsit zavar, hogy csak beszédről van szó, és azért mondtam, hogy low budget az egész, mert egy-egy helyszín van, és csak beszélgetés. Semmi vizuális effekt hozzáadva, semmi, nem tudom, szétverjük a házat, és akkor kellékeket kell úgymond pótolni, csak beszéd. Kíváncsi vagyok, hogy merre fog menni amúgy a sztori, de még nem érzem annyira erősnek, de amúgy igen, pontszámokban tök jó. Inkább a karakterek, a párbeszédek és a színészi játék miatt érdemes nézni, mert igen, elég ilyen, lassú folyású, két karakter beszélget egymással. És még a színészi játékot sem mondanám egyébként nagyon erősnek eddig. A párbeszédek tök jók, de még nem érzem azt a hú de erős. Sokszor nyilván egy pszichológusnak fapofával kell végighallgatni a páciensnek a reakcióit, de kevésbé érzem azt, hogy amikor az ő problémájáról beszél, ugye ez egy supervision, ha jól megszom, így hívják, szupervízió, igen, amikor egy pszichológus, egy másik pszichológushoz megy és beszél az ő saját meg a gondjairól, ott se éreztem még azt a átszellemülést, hogy akkor ő most megnyílt, tehát hogy a fő karakterünknek a színészi játéka, az nekem lehet nem nekem találták ki, vagy nem jön át olyan szinten. Kíváncsi vagyok, hogy ez fog-e változni, vagy lesz-e bármilyen ilyen karakterfejlődés esetleg. Nem gondoltam volna amúgy, hogy te ebben a sorozatban így rátalálsz, vagy ebbe belekezdesz, meg én is tök régen láttam, de te tök jó, igen, a Terápia, azt mindenkinek, aki esetleg kimaradt, én ajánlom, hogyha ez a stílus bejön. Részben a te ajánlásodra is, de egy csomó relatív sok horror filmet elkezdtem, valami még felénél járok sajnos, vagy 4 vagy 5 horrort is megnéztem az elmúlt, nem tudom, pár hétben, és volt köztük, amúgy egyik se volt rossz, de amit mindenféleképpen ki akarok emelni, az a Substance című film. Nagyon-nagyon furcsa filmecskéről van szó. Demi Moore főszerepben, és Margaret Haley, nem biztos, hogy jól ejtem a második nevét, mindenesetre egy ilyen, a sztori az viszonylag egyszerű, van már egy, hát már egy kiöregedőben lévő egykori, szenzációsan szuperül kinéző, de még most is ilyen hollywoodi befutott celeb torna videókat csinálnak, szóval ja, valami ilyesmi karakterünk, aki felett nyilván már eljárt az idő, és hát mindent megtenne, hogy eltüntesse a, nem tudom, a szarkalábakat, meg a narancsbőrt, meg ilyesmi, szóval egy ilyen nagyon ilyen hiú karakterről van szó, és hát nyilván Hollywood, meg ilyesmi, és a környezet is erre még egy jó nagy lapáttal rátesz, hogy minden az, hogy fiatal és feszes, és tehát csak a külsőség felszínes dolgok, és hát ebbe teljesen beleőrül, és belekergeti magát, és nyilván jön egy megoldás az életébe, és akkor onnantól kezdve hát elszabadulnak a dolgok, egy ilyen legjobb Cronenbergi pillanatokat lehet átélni, a test horrorra értem. Tehát nagyon, nagyon felkavaró és gyomorforgató jelenetek vannak benne, például az ilyen tűiszonyosok, mint én is, azok eléggé nehezen tudják megnézni bizonyos jeleneteket, és nagyon groteszk a film, és nagyon kemény. Egy jó adag The Thing, a Dolog című filmet kell elképzelni, hogy azt is belekeverik, nagyon-nagyon durva munkát végeztek a maszkmesterek, meg trükkmesterek, és még az egészet hintsük meg egy csipet Kubrick ragyogással, meg egy kis 2001 űrröd összejával, és ilyen nagyon felkavaró, nagyon furcsa, de amúgy ezek mögött amúgy tök fontos üzeneteket hoz, és a filmnek az alapötletét is tovább viszi, tök jó, nem marad annyiban, és csomószor látunk arra példát, hogy jaj, de akkor most miért nem csinálja ezt, meg még egyszer, meg ilyesmi, és itt az alapötletet fogja, és tovább viszi a film, és tök jó, szóval nekem amit tetszett, de kell gyomor a filmhez, az tuti. Talán Facebookon jött szembe, hogy Demi Moore testét megmutató film, vagy valami ilyesmi volt a szalagcím. Ez az egyik, amikor így szembe jött velem, a másik pedig, amikor a Joker 2-t ugye moziban néztem, akkor ott volt fenn a plakátja, és tesóm egyébként látta, és azt mondta, hogy nagyon jó. Szóval még lehet, hogy moziban is elmennék megnézni, majd ezt meglátom, attól függ, hogy fér bele. Figyelj, én nem mondom, hogy láttam Demi Moore-nak az összes filmet, mert biztos, hogy nem, de szerintem ilyet soha nem játszott még, és tényleg nagyon-nagyon durva, nagyon jó. Úgyhogy csak így óvatosan, de ajánlanám. Illetve egy másikat is hoztam, az kevésbé test horror, inkább klasszikusabb, a Speak No Evil című film. James McAvoy-jal a főszerepben, ugye mindannyian szeretett X professzora, hát itt most egy kicsit más szerepben van. Amúgy ez egy svéd vagy norvég, így most gyorsan nem tudom, feldolgozás, és amúgy 2 évvel ezelőtti úgymond az eredeti, és nagyon erős lett McAvoynak az alakítása, szóval nagyon jót hoz. Szerintem amúgy egy ilyen klasszik, ilyen viszonylag alul értékeltebb színész, de nagyon nagy tehetség. Tehát olyan filmjei vannak, például a Fills, a Mocsok című filméből, és ilyen korrupt rendőrt játszik, és ilyen nagyon jól hozza ezeket a veleig romlott gonosz karaktereket, és itt is. Úgyhogy ez talán egy fokkal lightosabb. A sztori igazából csak annyi, hogy hát egy házaspár gyerekkel ellátogat egy ilyen vidéki barát, ismerősnek a kis házába, nyilván mindenféle civilizációtól tök messze, és akkor az elején ilyen kis idilli kis hétvégének induló, de aztán sok kis apróság, egyre jobban fény derülnek ezekre a dolgokra, és elég gáz dolgok kiderülnek. Itt is azt mondanám, mint sok más helyen, hogy ne nézzetek előzetest, hogyha meg akarjátok nézni a Speak No Evil című filmet. Szádra neved a magyar címe. A legutolsó nagy alakítása, most az X-meneket kivéve, a Split az, amit láttam, és akkor figyeltem fel a leginkább rá, hogy ebben nem is tudom hány szerepet hozott ott, vagy 3-4-5, nem emlékszem már, és nem éreztem azt, hogy erőltetett, tehát hogy tök jól hozta mindet. Tehát, hogy én is úgy érzem, hogy kicsit alulértékelt színész, bár nyilván megkapja a nagy szerepeket, tehát hogy ott van sok helyen, de én is úgy érzem, hogy ő például majdnem mindent el tudna játszani. Nagyon-nagyon sok oldalú, én is így vagyok vele, hogy szeretem. Ez a podcast ugye október végén fog kimenni, nem túl sok van már hátrább az évből, még két hónap, azért még lesz egy pár megjelenés, de nem tudom, hogy neked van még esetleg valami a naptáradba felírva, ami hát nem is feltétlenül idén, lehet, hogy jövőre rácsúszik, de mostanában fog érkezni, és mindenféleképpen várod nagyon, van-e valami ilyesmi? Igazából én lecsúsztam egy párral, ugye az Alien Romulusról is lecsúsztam a moziból. Azt azóta sem láttad? Még nem, majd pótlásra kerül, ugyanúgy a Speak No Evil, amit említettél, az szintén zenész, a Demi Moore-os is, ezeket nem tudom, hogy sikerül bepótolni a moziban, de egyébként moziban nézős már szerintem nincs feltétlenül. Például egy Venom 3, nem mondom. Igen, gyatrábbnál is gyatrábbra számítok. Ami ilyen Marvel, ha már azt felhoztad, akkor a Kraven lesz elvileg még az évben. Hát a Venomokra, ha az a sikere, akkor nem hiszem, hogy jó lesz, és nem hiszem, hogy moziban nézős, de ez tipikusan megvárom, hogy mik az értékelések, és akkor talán. Meg egyébként egy nagy horror kedvenc, ha már horrorokat említettél, a Smile, azt nem tudom, láttad-e? Most a második rész. Most a második rész, igen. Nekem az a kis csaj, aki a borítóképen van és mosolyog, az így beleégett az összes memóriámba, ami létezik. A film nekem az egyes tetszett, addig a végéig nem lövök le spoilert senkinek, de nekem már sok, hogy például a Get Out esetén, ahol tudunk kicsit földhöz ragadtabb, ott is volt egy-két más olyan eset, ami furcsa volt, de hogy inkább földhöz ragadtabb sztorihoz ragaszkodni, itt a végére megint nem sikerült, pedig jól indult. Mindegy, a Smile 2, azt kíváncsi vagyok, mert ha jó színészeket válogattak be, semmit nem tudok róla egyébként, de ettől függetlenül az egy az megfogott, volt benne valami, ami tetszett, kicsit creepy volt az egész. Remélem a 2 is tudja ugyanezt, és akkor talán az még egy moziban nézős, ha már horror, akkor arra még lehet, hogy elugranék és megnézném. Kanyarodjunk is rá a mai témánkra, a Joker második részére. Egyetlen egyszer el fogom mondani az eredeti címét, de csak azért, mert sehol senki nem mondta ki ezt a címet. Én már önmagában a címválasztásnál is érzek is problémákat, hogy ugye francia nyelvű alcímet adtak a filmnek, de hogy Amerikában is. Ez a hivatalos Joker Folie à Deux, és most minden franciául tudó hallgatóktól elnézést kérek. Szóval innentől kezdve csak Joker 2, és mindenki így hivatkozik rá. Szóval egy rövid szinopszis. Az első rész őrülete után az Arkham Elmegyógyintézet lakója Arthur Fleck, ugye Joaquin Phoenix tárgyalására vár, ahol megismerkedik egy másik pácienssel, a Lady Gaga által alakított Lee-vel, és hát elkezdődik kettőjük zenés téboja, csak így nagyon dióhéjban, spoilermentesen. Hát akkor szokásos ilyen bevezető jelleggel, még most spoilermentesen, hogy mik voltak az első benyomások, amikor kijöttél a moziból, hogy tetszett? Még mielőtt a moziba bekerültem, vagy bejutottam, nagyon-nagyon rossz kritikák, cikkek, igen, beránk cigáltak. Nagyon-nagyon rossz kritikákat hallottam, nem is olvastam el, csak szalagcímek megint csak, de hogy ennél rosszabb képregény adaptáció nincs, ez évben ennél fosabb sose volt. Eddig azt hittük, hogy a Jokerek közül hirtelen akartam. Jared Leto-s Joker volt a legrosszabb, már nem. Tehát, hogy minden, amit csak lehet, az fröcsögött. És legrosszabb folytatás. Amit ez az életbe igen kiadtak. Tehát, hogy minden ilyet meghallgattam, megnéztem a Metacriticent, vagy Rotten Tomatoes, nem is tudom, melyiken 30%, tehát ilyen tényleg kuka, és én így ültem be. És éppen ezért nagyon lent volt, nagyon-nagyon-nagyon letettem a lécet, tehát hogy annyira lent volt, hogy azt mondom, tehát hogy ez szar lesz. És ahhoz képest viszont, nem értem, hogy velem van-e a baj, de nagyon pozitívan jöttem ki. Tehát, hogy lehet, hogy már annyira eltemettem magamba a filmet, hogy ahhoz képest, amit olvastam, és hogy ennél fosabb soha életem, és ezt a filmet ne nézd meg, na ahhoz képest sokkal pozitívabban jöttem ki, sőt, kevés negatívumot tudok mondani, és sokkal több pozitívumot. De szerintem egy kicsit később a premierhez képest, kicsit később láttad, és akkor ezért már mindenhol ott voltak ugye a kritikák. Én azt hiszem, hogy az első héten, ha nem is az első nap, de második, harmadik nap, szóval még akkor nem nagyon, már akkor is lehetett valamit úgy tudni, hogy ez lehet, hogy nem nagyon olyan lesz, mint az első rész, semmilyen viszonylatban, és ez tényleg így lett. De amiket írnak, ezek az ilyen, hát nem tudom, ezek a fanbolyok, vagy az első fellángolásból, ezeket én is nagyon erős túlzásnak érzem, tehát, hogy legrosszabb folytatás, meg legrosszabb képregényfilm, nem. Tehát, hogy azért ettől messze van. Az egy dolog, hogy tök más, és bele fogunk majd menni, hogy amúgy lehet, hogy tehát van nagyon sok hibája, de máshol keresendő, szóval inkább az, hogy az első rész alapján meg már nyilván mi másból indulunk egy folytatásnál, valami hasonlót, vagy azt továbbvinni, továbbépíteni, akármi ilyesmire számított az ember. És ehhez képest ugye totál nem ezt kapja, és szerintem ez is egy nagy hibája, hogy most ez kinek is szól ez a film igazából, ezt nekem nincs meg. De ettől függetlenül nem azt mondom, hogy ez a legrosszabb folytatás. Nem mondanám amúgy jónak, szóval én nekem egy kicsit így a rosszabb felé dől el a mérleg, de csak minimálisan. Úgyhogy, és akkor igen, egy pár szót akkor csak az első részről, a 2019-es Jokerről. Hát ugye az nagyon nagyot dobbantott, vagy nagyon nagyot ütött. Ugye viszonylag alacsony költségvetésből szerintem ott ilyen 50-60 millió dollárokról lehetett beszélni, és ez volt az első R besorolású film, ami átlépte az 1 milliárd dolláros bevételt, ugye ez csak idén a Deadpool és Rozsomák döntötte meg. 11 Oscar jelölés, Phoenix megkapta a legjobb férfi főszereplő díjat, stb. Szóval kritikailag és pénzügyileg is rohadt jól hozott az egy, úgyhogy ezek után, gondolom, akarták tolni egyből a kettőt. És ugye az a Todd Phillips rendezte, hát aki konkrétan előtte Másnaposok, Hangover trilógia, meg ilyeneket rakott le, úgyhogy egy ilyen képregényfilm tőle tökre meglepő volt. Szóba jöttek ezek, még a film elkészítése előtt, hogy nem mindennek kell folytatás, és én ezt az első Jokert is tökre úgy érzem, hogy ez tök kerek egész volt, és nem biztos, hogy ennek kellett volna amúgy folytatás. Szerintem is kerek volt egyébként az egy, tehát hogy tetszett nagyon. Nagyon szép volt elejétől a végéig. A végén éreztem egy kis hiányt, egy kis űrt egyébként az egy végén, egy nagyon picit, egy minimálisat, hogy vagy lehet, hogy csak nekem volt annyira jó, és annyira tetszett, hogy vártam egy folytatást. Ezt szerettem volna még ezt az univerzumot jobban kibontani, ezt a nagyon dark. Hogyha eddig a Dark Knight series az egy ilyen földhöz ragadt valami volt, és ott a Jokerünk, a Heath Ledger-ös Jokerünk egy földhöz ragadt Joker volt képregényhős, ez még inkább. Tehát, hogy ha ennél ember, és a földhöz ragadhat azt értem, hogy nincsenek szupererők, nincsenek gadgetek, nincs semmi. Egy hétköznapi emberről van szó, aki bekattan. Nagyon-nagyon hozta, és én vártam egy folytatást, nem azt kaptam, amit vártam, de ahogy említettem, én már tudtam, hogy ez nem lesz az igazi, és azt is tudtam, hogy musical, és akkor itt belecsaphatunk abba, hogy innentől kezdve, ez a kinek szánták az egész művet, hát igen, ez egy musical félig meddig, és szerintem az egyik nézőközönség egyik felét, azt szerintem ez vágta el. Hogy azt várta, hogy akkor egy Joker egyet fogja megkapni, ami egy nagyon szép tényleg képregényfilm és akár társadalomkritikától kezdve nagyon sok minden, és erre kaptunk egy ilyen, sztoriban nem biztos, hogy nagyon sokat előre mozduló, de musical-lel jól megspékelve egy valamilyen filmet. Tehát, hogy valahol itt hasonlhatott el szerintem, és itt nem nagyon tudjuk, hogy most kinek szól a film, de én így jöttem be, tudtam, hogy ez egy musical, ezt tudtam, hogy sírni fogok az éneklős részeknél, és nem énekelni velük együtt, tehát én ezzel így készültem. Ha már a musicalt most így felhoztam, akkor csak annyit hozzá, hogy egy-két helyen tök okés volt. Egy-két helyen még azt mondtam volna, hogy ott elbírja. Viszont túl lett tolva, tehát hogy nem számoltam, hogy hány darab volt, meg milyen hosszúak voltak ezek, de egyértelműen érződött, hogy ez sok, nagyon sok lett. Úgy, hogy még tudtam, hogy ez egy musical lesz. De egy-két helyen meglepően azt mondtam, hogy ez tökre beillik, és tökre jó, tökre hozza azt a hangulatot, hogy ők most tényleg elkezdenek énekelni, ugye itt már Harley Quinn is, akit nem is Harley Quinnként neveztünk, hanem ha jól emlékszem, Lee volt a megnevezése. Már ő is, ugye amikor beszállt, akkor volt egy közös énekük az elején. Ott szerintem még úgy meg is állta a helyét, tehát hogy még ott is lett volna, de a film további részén már kevésbé. Egyébként van egy nem is emlékszem, hogy azt hol olvastam, szembe jött velem, nem is az a lényeg, és nem fact-checkeltem, hogy egyébként valós-e, de hogy ők ezt nem is feltétlenül filmbe tervezték, hanem egy-egybe színpados megoldást szerettek volna, egy teljes tényleg musicalt, csak közben jöttek az, hogy akkor Phoenix vajon tud-e egy éves roadshow tartani és menni folyamatosan úgy, hogy egyébként kihagyja a sok filmes jövőbeli projekteket, stb. És akkor mondták, hogy jó, akkor legyen film belőle. Ez nem tudom mennyire igaz, mennyire nem, de hogy azért van az, hogy egy kicsit szerintem próbálták a kettőt összehozni. Tehát egyébként színpadi darab lett volna, éneklős, na azt nem ugrották meg, akkor nézzük meg ezt filmbe, és hagyjuk meg az éneklős részt, de próbáljuk meg egy kicsit Jokeres, az első részhez kapcsolódóan egy Jokeres éneklős hozni ki belőle. Ha ez így történt, akkor értem ezt a kis kapkodást, ezt a nem tudjuk hova helyezni el az egészet térben, és hogy ki a nézőközönség. Így jobban vagy jobban tudom ezt érteni, hogy miért ide kanyarodtunk vele. Ez a musical rész, ez volt a központi kérdés, felháborodás, vagy nagy-nagy kérdőjel övezte legalábbis, és szerintem ezt már többször mi is ebben a podcastben is említettük korábbi részekben, hogy ezt nem tudom, hogy vagy nagyon jó lesz, vagy nagyon rossz. Amúgy egyetértek veled olyan szempontból, hogy volt egy-két olyan betét, ami tökre beleillett, Jokernek a lelki világát nagyon jól bemutatta, meg arra reflektált, és vitte előre a történetet, vagy mondjuk Joker és Harley közötti kapcsolatot, de viszont több volt olyan, ami meg nem, vagy nem annyira, vagy legalábbis nekem nem ütött, és figyelj, összességében én nem vágom azért annyira most Lady Gagát, nyilván most számait ismerem meg, hogy ő tök jó ének hangja van amúgy, és hogy korábban is voltak azért már ilyen éneklős filmje is a Shallow Bradley Cooperrel. Az viszont jó volt, tehát abban szerintem tök jót hoztak. Igen, hogy ott amúgy, meg az énekek azokból a filmből, vagy nem tudom, hogy a film vagy a zenék voltak ott meg hamarabb, de mindegy is, ott azok nagyon emlékezetesek, vagy volt közöttük. Itt egyikre sem mondanám azt, hogy ez olyan halál emlékezetes, de lehet, hogy amúgy másnak meg tökre bejön, de nekem ezért, tehát így meg önmagában sem vitték el így, csak úgymond az énekléses részek, és ahogy mondtam, a nagyobb része az vagy uncsi volt, vagy nekem úgy nem ült, pedig én is számítottam rá, és amúgy tökre nyitottan álltam hozzá, hogy oké, musical, de nem baj, csináljuk, de szerintem ez már alapból egy jelentős részét a nézőközönségnek, csak ez az egy tény, már kint tartja a mozitermekből. Igen, viszont ha már most említettük a musical részt, ettől függetlenül, ami szerintem nagyon jó volt az egyben is, azok a zene és az hangulat aláfestések, és itt most nem a éneklő zenékre gondolok, hanem minden egyes másra. Egy csomó tánc volt az első részben amúgy. Voltak, igen, és hogy egyébként, még ha egy kicsit visszakanyarodok a musical részhez, hogy ugye az egyben is a fejében történtek sokszor dolgok, ő táncolgatott, ott valamilyen show-t csinált. Igazából azt egy kicsit tovább gondolta, ha úgy nézzük az ő fejében, hogy már nem csak táncolgat, hanem úgy táncolgatott is, hanem még hozzá egy kicsit ének is belecsúszott. Szóval, hogyha ezt az ő fejében nézzük, akkor tök okés a musical, túl lett tolva, de az aláfestő zenék, az aláfestő hangok, az tényleg orchestra, nem is tudom, hogy pontosan milyen vonós hangszerek, vagy mivel voltak az aláfestések, az nekem sokszor hidegrázós volt. Ez az egynél is egyébként megvolt, ennél is szerintem hosszabb, tehát én ezt pozitívként könyveltem el, hogy ezek a bizonyos jeleneteknél a nagyon jó, tényleg az ilyen hangeffektek, azok kiemelkedőek voltak számomra. beszélgessünk egy kicsit a színészi alakításokról. Hát ugye egyrészt ott van nekünk nyilván a Joaquin Phoenix, aki hát az első részért Oscart kapott, és szerintem ő amúgy teljesen jól hozta az Arthurt is, meg a Jokert is. Ő is olyan színész, hogy nagyon nagy a spektruma, tehát bármit el tud játszani, és szerintem, hogy mondjam, az első részben tökéletes volt, és azt most is hozta. Tehát, hogy azt tuti, hogy nem rajta múlt, hanem inkább, és akkor fordulok a másik főszereplőhöz, Lady Gagához, aki még egyszer biztos nem tök jó énekes, de ő nem színész. Megnézed a neve mögött, hogy milyen mesterség áll, akkor nem a színészet az első. És szerintem itt azért egy kicsit hogy látszik is, nem tudom, ahogy a vágás miatt állítólag nagyon sok jelenete amúgy kivágásra került, amik kettő közötti kémiát, vagy csak úgy a dinamikát úgy jobban elővitte volna, szóval sok minden a vágóasztalon maradt, de nem éreztem annyira nagyon erősnek az ő alakítását, meg kettő közötti a kapcsolat se. Még az Arthur részéről nyilván az egész tragikus élete, és akkor találkozik egyszer valakivel, aki úgymond észreveszi, de a Lee oldaláról nem volt szerintem annyira nagyon alátámasztva így az ő karakterének a motivációi. Hogyha színészi játék, akkor azt ki kell emelni, hogy mennyire csontsovány lett ez az ember, a színész. Tehát, hogy ugye Joaquin Phoenix a szerep kedvéért. Nem emlékszem, hogy az egyben mutatták volna fél pucéron, biztos amúgy most így próbálom visszapörgetni, nincs meg, de itt ugye azzal annyit, hogy bent van a sitten, vagy hát Arkhamba, és innentől kezdve le van vetkőztetve, és amennyire csontsovány, látszik, hogy össze van törve, és hogy a színész szerintem kicsit, mint Christian Bale, biztos leadta egy kicsit a orvosi ajánlás alá is már az, hogy mennyit egyen, meg hogy egyen, csak azért, hogy a szerepbe tudjon jönni. Tehát, hogy ő alakítása az egy ilyen nagyon jó, kiemelkedő, és hogy mit meg nem tesz ő is például egy szerep kedvéért. És ő szerintem nagyon átszellemült, tehát, hogy ilyenkor szerintem egy kicsit ilyen Heath Ledger jellegűen ő is szerintem magára ölti a Jokert, és lehet, hogy a hétköznapokban is egy kicsit Jokeresen próbál viselkedni. Nekem ő nagyon-nagyon hozta az egynek a szintjét, nagyon átszellemült, nagyon jó. A nevetése, ugye az a beteg nevetés is. Sokszor érez, az egynél is amúgy meg volt bennem ez, de most így a másodiknál is, hogy amikor elkezdett röhögni, hogy ez most erőltetett, vagy nem erőltetett, de hogy ezen direkt nem tudod eldönteni. Nem tudtam eldönteni. Na és ezt kell szerintem hoznia, hogy ne tudd eldönteni, hogy akkor most tényleg beteg, vagy amúgy ő csinálja, és ez sokszor amúgy vissza is kacsin, majd erről is kitérhetünk, de hogy valakinek a alakítása az szerintem kiváló volt, az király volt. Lady Gagához meg nem tudok semmit hozzáfűzni. Tehát, hogy nekem egy semmilyen alakítása volt. A kettőjük közötti kémia az egy picit érződött számomra, tehát egy nagyon minimálisat átjött, de hogy ő egyébként nekem nem adott hozzá a feltétlenül a történethez. Tehát, hogy ha ott lett volna, ha nem, lemegy ugye a tárgyalás, bent van a lárkámba, ott szenved, próbál kitörni onnan, stb. Mozgatórugónak jó volt, de hogy igazából nem kellett belőle, tehát hogy még lehet ennyit sem mutattam volna belőle, mert tök mindegy lett volna. Tehát, hogy Arthur, aki egy nagyon beteg ember elméletileg, ezt egyébként nem tudtuk eldönteni, nagyon sokszor pedzegette a film azt, hogy ez képzelt vagy valóság. Nagyon sokszor volt az, hogy hirtelen átment így énekbe, és visszaváltottunk a valós jelenetre, és akkor ez csak a fejébe történt. Vagy ugyanez, hogy énekeltek, és ment tovább a szál, és akkor én is megkérdőjeleztem sokszor, hogy na most vissza fogunk kapcsolódni az eredeti szálra, vagy ez egyébként még mindig egy a fejében valami, ami zajlik. Tehát ezt szerintem nagyon jól hozta ez a mozdanat. Jó is, hogy mondod, igen, a betegségét, hogy az első részben szerintem ott még csak így, vagy ott nincs kimondva, esetleg így tippelni lehet, de itt talán ki is mondja ott az egyik ilyen kezelőorvos, hogy ilyen többszörös személyiségzavarban szenved, és gyerekkorában is jobban betekintést láthatunk. Vagy eredet történetet egy kicsit jobban, igen. Tragikus gyermekkora, igen, hogy onnan jöhetnek ezek a dolgok, szóval, hogy egy nagyon-nagyon basszus, egy nagyon terhelt karakter, és akkor még ezt a csavart is úgymond, vagy nem csavar, csak inkább ezt így bedobják, és nem válaszolja meg szerintem a film, és akkor ezt akarom igazából kérdezni, vagy ezt akarom kihozni belőle, hogy szerinted, hogy melyik az igazi énje, és melyik, ami úgymond csak próbálja a másikat hát háttérbe szorítani, tehát, hogy tehát hogy Arthur, vagy ő igazából a Joker, és akkor fordítva ezt, hogy láttad? Nagyon nehéz kérdés egyébként. Szerintem Arthur valószínűleg tényleg egy elnyomott ember, és valami klikkelt nála, már ugye az egyben is klikkelt nála valami, átpattant, és ki akar törni, és szerintem tényleg egy ilyen tudathasadásos személyiségről van szó, aki ilyenkor átvált. Én nem az jött le nekem a filmből, és lehet, ezt szerették volna mondani, és csak nekem más az értelmezésem, de hogy nekem tényleg az jött le, hogy gyerekkorában sok-sok bántalmazás érte, megtört ember, és valahogy próbál egy ilyen mechanizmust felállítani a teste. És ez talán még a legjobban az akkor jött ki, amikor legelsőnek megjött a Joker szerintem. Tehát ugye volt egy olyan rész, amikor a tárgyaláson voltunk, és akkor ő kidobta a kis ügyvédjét, és akkor beállított, hogy akkor ő magát képviseli, mint Joker. És akkor az ügyvéd talán, vagy nem is tudom, lehet, hogy az ellenpártnál, vagy valaki elkezdett a múltjáról, a gyerekkoráról beszélni. És ugyanígy megvan, volt egy jó kis zenei aláfestés, és látszott, hogy ő elkezd kattogni, és elkezd izélni, és próbálja állni, és mellé lehet, hogy hümmögött is magába, tehát próbálta elfojtani az egészet. Nem biztos, hogy így rajlott a teljes jelenet, csak nekem ez ami így megmaradt, vagy amit így ilyen érzés megvan. Próbálta elfojtani magában azt, hogy ő ezt nem akarja hallani, nem akarom hallani, nem történt meg. És akkor ezt csak kitört belőle, és azt mondta, jó, szevasz, felmondtam neked, és jön Joker. Tehát, hogy minthogyha itt is azt próbálták, vagy én úgy értelmezem, hogy azt próbálták sugallni, hogy kellett egy másik személyiség, ami megvédi Arthurt, mert Arthur egy elesett valamilyen kis személyiség, láttuk, hogy mennyire vékony az elején, mennyire tényleg egy nem tud mit kezdeni, vicceket mond az ődöknek, hogy jóba legyen velük, vagy nem baszogassák annyit, de hogy nem tud mással kitűnni semmilyen módon, és én ezért azt gondolom, hogy két vagy több énje is lehet, és a Joker az, aki próbálja megvédeni Arthurt. Arthur meg az, hogy mikor jön felszínre, az egy kicsit egyszer-kétszer, ahogy itt a képzelet és a valósággal is játszottak, hogy most hol vagyunk. Szerintem ugyanígy megvolt ez a mesdje, hogy na akkor most Arthur van, vagy Joker van. És itt megint volt egy kérdés sokszor, hogy most melyiket látjuk? Jokert látjuk, vagy Arthurt látjuk? Mert nem húzták be egy olyan fekete-fehér éles elválasztót, hanem egy kicsit szürke zónába hagyták a képzelt valóságot is, vagy az, hogy melyik hényét látjuk. Szóval azért mondom, hogy nekem sok esetben ezek a vonalak nagyon tetszettek, nagyon átjöttek. Tehát hogy gondolkoztam rajta, és akkor elkezdtem agyalni. És a musical, az volt a baj, hogy amikor bejött egy ilyen spirál, felment, és azt mondtam, hogy ez most jó, most elkezdek agyalni rajta, hogy akkor micsoda, jött egy musical, és elvágta. És akkor így ki is zökkentett az egészből. Végigment a musical, megint elkezdett építeni valamit, szépen lassan, egyébként igen lassú volt a film szerintem, de hogy megint épített valamit, megint eljátszotta az én kis fejemmel, hogy ez most valóság, vagy nem, vagy Joker van itt, vagy nem, és megint jött egy musical. Tehát nekem egy ilyen mindig letört, egy ilyen hullámzó valami volt, hogy mindig letörtek a musicalekkel, és nagyon elvágták az én részemről, és csak hogy akkor visszatérek a válasz a kérdésedre, szerintem két ténye volt, és Joker volt, aki a felétől talán becsatlakozott a filmbe. Viszont, ami szerintem kritikája lehet a filmnek, vagy legalábbis negatívum, és szerintem az a része, ami hiába Arthurról vagy Jokerről beszélünk, de hogy passzív a főhősünk, olyan szempontból, hogy aktívan egyáltalán nem alakítja a narratívát, és azért láttunk már erre példákat, például Indiana Jones filmekben is, hogyha konkrétan amúgy, hogyha végig gondolja az ember, vagy végignézi úgy, hogyha mi van, hogyha kivesszük őt, és nem csinál semmit, akkor ugyanoda eljut a film Indiana Jones esetében. Azt hiszem a Frilládánál, de mindegy is. Szóval vannak erre példák, amikor konkrétan aktívan a főszereplő nem alakítja a történeteket, csak úgymond megtörténnek vele a dolgok, meg eljut innen A-ból B-be. Itt is erről van szó, és itt szerintem a rosszabb oldala, hanem hogy egyszerűen őt csak ugye a nagy menekülés rész, és akkor itt már akkor spoilerekkel, amikor ugye felrobban a film végén a tárgyalóterem, akkor is az ugye nem ős, nem is Harley, hanem itt teljesen tőle független külső tényező, a börtönben sem nagyon átcipelik néha a tárgyalóterembe, és ilyen szempontból így kicsit így, hát nem tudom, így elveszik így a karakterének a, hát ugye tetrekész, hogy valamit ő indít, csinál most ezt megint, hogy most jó vagy rossz, vagy hogy mibe fog azt torkolni, akkor pont ezek a dolgok tök érdekesek voltak az első részben, és itt csak így sodródik a dolgokkal, és így szerintem így egy kicsit így kiveszik valami így a filmből emiatt. Nagyon jó, hogy ezt felhoztad, nem értek egyet, mert én olvasatomban, nagyon jól elmondtad, az egybe szerintem nagyon sokat kaptunk ebből, és nagyon a vállán hordta egyébként az egészet Joaquin. És szerintem az egynek az volt a célja, hogy elindított egy mozgalmat, valamit beindított az emberek fejébe, és akkor a végén ugye ki is derült, hogy akkor hát Jokerek vannak, és akkor próbálják követni. És ebben szerintem azért volt passzív, legalábbis én úgy éreztem, hogy nem is kellett nagyon aktívnak lenni, és jó volt passzívan, mert azzal a kicsivel is, amit tett. Ugye az elején szerintem egy nagyon megtörtebb karaktert kaptunk, tehát hogy még inkább befordult, nem tudja mi van, elszigetelt a világtól, és nincsenek barátai. És ahogy haladtunk a filmben, nekem egyébként körülbelül a felénél volt egy ilyen hidegrázós rész, nem gondoltam, hogy ez a film tud egy olyat okozni, de hogy amikor a börtönben, ugye már a tárgyalások elindultak, és akkor, hogy egyszer-kétszer megszólalt Arthur, ugye tényleg nem volt aktív, de azért volt egy-két megszólalása, és a börtönben is követői lettek. Tehát, hogy elkezdtek kántálni, elkezdtek énekelni, mellé álltak, és itt realizálódott bennem az, hogy neki ez a mozgalom, amit ő már elindított, az egész arról szól, hogy az ő tárgyalása, mindenki követte filmben, vagy a tévében, hogy az ő tárgyalásáról lesz szó. Most az tök mindegy, hogy sokan ellenezték, de nagyon sokan meg ott voltak mellette. És akkor itt kijött, hogy a börtönben is volt olyan rész, hogy oké, hozzád csapódunk, és hiszünk abban, ami te vagy. És egyébként igen, amit mondtál, és jó, hogy azt felhoztad, ezt a végét, a robbanós jelentet. Ugyanez, hogy ő egy passzív szereplő, de már nem kell aktívnak lennie, mert már egy akkora követő tábora van, hogy kint, Jokerként beöltözött emberek vannak, és berobbantották az egészet, hogy igazából megakadályozzák azt, hogy őt elítéljék. Tehát, hogy már beindított az egyben egy akkora hullámot, amit amúgy nem biztos, hogy látunk háttérben. Tehát, hogy most nagyon arra ment a film, hogy az ő szenvedése, meg Harleynak egy kicsit a kapcsolata, de hogy egyébként ha kitekintenénk, ki tudnánk tekinteni egy kis nagyítóval, vagy visszafele tudnánk zoomolni ebből a börtön és ügyvédiroda és a bírósági részekből, akkor szerintem azt látnánk a külvilágban, hogy az egy annyira durván beindította ezt a mozgalmat, hogy már mindenki Jokert szentesíti, tehát hogy valami istenítik, vagy valahogy már a fejekben ott él. És szerintem pont ezt, legalábbis nekem megint csak az, hogy ez jött át belőle, hogy itt már neki elég passzívnak lennie, majd a legvégére átmegyünk, mert ott is ugyanez nekem az üzenete a filmnek, de hogy már ennél a résznél is, amikor nem ő tette, nem ő robbantotta be, nem csinált semmit, csak a followerök, akik már azt gondolják, hogy ők Jokerek, vagy hogy nagyon kell isteníteni az embert, besegítettek neki, és próbálták elvinni, és próbálták megmenteni. Egyébként ehhez még tartozik egy nagyon-nagyon jó rész, amikor elkezdett menekülni, ugye kiszállt a taxiból, amikor elvitték a másik kis barátai, és elkezdett szaladni, és az a jelenet egy az egyben, ugyanaz a futási jelenete, és ugyanúgy, talán még a helyszín is ugyanaz volt, azt nem néztem vissza, de a Joker egyben volt egy ugyanilyen, hogy egy nagyon bénán szalad, nagyon tényleg egy ilyen, látszik, hogy mániákusan menekül, tehát hogy ott van benne ez a most nem tudom mi van, nem tudom mi, meg fogok halni, vagy nem tudom, futnom kell, és elmenekült, és ugye a lépcsőhöz szaladt el a végén, és az a jelenet szerintem egy az egyben próbálták replikálni, ez például nagyon tett. Tehát, hogy én engem nem zavart a passzivitás, vagy hogy kijött a végére nekem, hogy nem kell feltétlenül aktív szereplő. Nekem egy picit hiányzott, de értem, hogy neked miért nem. Van egy ominózus, egy eléggé kulcsfontosságú jelenete pillanat a filmnek, és ezt nem akartam volna semmiféleképpen kihagyni. Nevezetesen ugye, amikor ki kell magába a tárgyalóterembe, még az őröknek is beszól, ugye ők megnézik a tévébe az élő adást, kicsit nyilván egy fura, de nem tudom, hogy élőben közvetítenek egy ilyen tárgyalást, de teljesen mindegy, és utána ugye visszaviszik az Arkhamba, és ott hát egy kulcsfontosságú jelenet történik, hát az őrök meg erőszakolják Arthurt konkrétan, hát és akkor kérdezzek innentől kezdve, tehát hogy jól értem, hogy kierőszakolják belőle a Jokert végül is, szó szerint ezt mondhatjuk. Ugye nyilván ott van az a része, hogy akkor elhagyja ugye Harley, élt szerelme, kiderül, hogy hazudott, stb. Plusz ja, megerőszakolják az őrök. És ezzel ugye ő ezek hatására ugye visszamenekül az Arthur ényébe, az inkább a gyerekkori, hát félős, hát tudjuk milyen Arthur karaktere, és ebbe ezek miatt visszamenekül. Most ezekkel, vagy ezzel nekem van egy pár problémám, például első körben az, hogy ez elég ilyen, hát nekem így egy kicsit a semmiből jött, szóval előzőleg semmi nem indikálta volna, hogy az őrök amúgy meg is erőszakolják, vagy nem tudom, ez az első ilyen eset, de mondjuk, hogyha simán jól agyonverik, az oké, az teljesen benne volt, de ez így, ez eddig a film addigi pontjáig, ez sehol nem, én legalábbis nem vettem észre, utalás szintjén sem jött ez elő, és így kicsit így nem tudtam ezt a dolgot így hova tenni, és hát maga a jelenet, ez meg elég ilyen traumatikus, hogy így úristen, ez mi, és amit belőle okoz, az meg ez egy másik. Nekem egyébként nem esett le, hogy ott erőszak van, amíg most már nem hívtad a figyelmet, én azt hittem, hogy csak jól agyonverték is van, de lehet, hogy igen, hogy egy erőszakról van szó, és akkor out of nowhere, de egyébként egy-két utalás talán lehetett, vagy nem is utalás, hanem hogy talán felvett olyan szinten vezetve, hogy ahogy mondtam, hogy az őröknek viccet kellett mondania. Mindig be kellett úgymond hódolni nekik, mert különben megint nem nevetett, de nem bántották ezért. Tehát nem az volt, hogy ezért megköpködték, vagy bármi, csak várták valami pluszt. Vagy amikor adott cigit az egyik őr, talán a fő őrmester, vagy nem tudom, hogy kiadott neki cigit, és akkor mondta, hogy thanks pal, és rácsapott a hátára, vagy egy ilyen baráti pacsi lett volna így a vállára, és ezzel egy kurva nagyot le is kevert neki az őr. Hogy azért mutatták azt, hogy ő be van fenyítve, szerintem. Nem erőszak, tehát nem volt semmi olyan, ami erőszakra szeretett volna utalni, de az, hogy be van fenyítve, az igen. És egyébként, amit mondtál, szerintem pont ez nekem megint egy ilyen tök jó, hát ilyen pszichológiai téma, hogy hozzon létre, vagy eddig mindig szenvedtél kiskorodba, és elnyomtak, és hozol létre egy másikként, vagy valamilyen mechanizmus beindul a testedbe, hogy egy ilyen erősebb éned, karaktered előjöjjön. De amikor letörik a szarvát, akkor megszűnik létezni. És ez a visszamegyek Arthurba, azért, mert az erősebb énem sem tudott amúgy érvényesülni. Őnek is letörték a szarvát nagyon gyorsan. Tehát, hogy lehet, hogy ott realizálódott benne is egyébként, hogy ez ő maga, tehát hogy igen, oké, tudathasadás vagy többé, vagy stb., de hogy ott realizálódott benne, hogy hiába próbálkozok én egy újabb énemmel erősebb lenni, nem tudom, az én magam mi voltam, az legbelül én egy gyenge ember vagyok, nem tudok döntéseket hozni, fizikailag se vagyok amúgy kipattintva, hogy szembeszálljak, nincsen hangom, én nekem ezt kell elfogadjam. És ott visszakanyarulott Arthurba, és elfogadta. Tehát, hogy nekem ilyen szempontból, hogy letörték az kicsit a szarvát, mint hogyha pszichológiai esetként ugye kezelve meggyógyult volna. És ezt mondta is a tárgyaláson, hogy nem volt Joker, én voltam végig. És nekem ez már megint az, hogy megint feltette a kérdést, tehát megint elgondolkoztam, hogy ez most képzelt valóság, tényleg szabadott minket, nem? Ez a szürke zóna, de hogy mondom, az én értelmezésemben tényleg ez történetet, hogy realizálta az agya, hogy jó, én egy ilyen gyenge valaki vagyok, hiába próbálok bármit tenni, ez így is marad, és azt mondom, hogy nem, Joker nem létezett. És akkor így volt nekem kerek ez a pszichológiai eset. A filmnek a legvégét akartam volna még megdumálni veled, mindenféleképpen, és azért, vagy abban a szempontból, mert nekem hát egy kicsi idő kellett, hogy átgondoljam, hogy mit is érzek, már amikor kijöttem moziba, akkor még nem volt tiszta, de ahogy egyre többet gondolkoztam rajta, én azt kell mondjam, hogy sajnos csalódás. Nekem ez így nem tetszett a vége, és akkor most már erős spoilerek. Ugye arról van szó, hogy gyakorlatilag az egyik utolsó jelenetben az egyik elítélt társa, hát őt leszúrja, és utána ő a háttérbe, mármint aki leszúrta, ugye Arthurt, ő a vérével talán, a szimbolikus nevető szájat vérrel felfesti magára, és ezzel a rendező ugye azt üzeni, hogy mégsem Arthur Fleck a Joker, hanem ő csak egy inspiráció volt, mint hogy a nagy tömegek vagy a mozgalom számára is csak egy inspiráció, és így akkor és ott született meg a Joker. És ezt konkrétan a rendező Todd Phillips is lenyilatkozta, hogy ő nem a Jokert rendezte meg 2019-ben, hanem az csak Joker, egy Joker. Nem a Joker, akit a Batman ellensége és főgonosz Joker, hanem ja. Úgyhogy, és ezzel a mozdulattal szerintem ő amúgy kb. Így bemutat nekünk, hogy ja, basszátok meg, és az egész első részt így, ez így érvényteleníti, és ja, kimondja, hogy ja, nem ő az a Joker, ő csak egy Joker volt, aki ja, inspirálódott belőle az a másik mániákus állat, aki leszúrta, és így mi? Szóval nekem ez totál nem jött be. Egyébként az a baj, hogy homályos volt az a jelenet, hogy a háttérben mi történik, és ugye mondtad, hogy vérrel kikeni a száját. Én szerintem amúgy megvágta a késsel a száját, és akkor innentől kezdve még jobban érthető tudod, hogy ez a Heath Ledger-ös Joker, hogy akkor... Neki az eredet története? Igen, olvastam egy ilyen biztos valami fan-made akármi, de hogy mi van, hogyha egyébként ő már ott szétvágta a száját, és ez a Heath Ledger-ös Joker... Nem erősítettem meg senki, de van egy teória, igen. Összességében megint visszakanyarodok arra, hogy igen, amikor meghalt, ugye ez azután volt, hogy azt mondta, hogy nincs Joker, és erre bepipált rá ez az emberke. Tehát, hogy meg amúgy sokan, tehát, hogy sokan kiakadtak rá, ugyanúgy Harley Quinn-nel akkor tönkre is ment a kapcsolata, és ez a kisfiú is, mert egyébként egy fiatal elítélt volt, aki leszúrta, ő is berágott rá ezért, mert azt mondta, hogy nincs Joker. De egyébként ő alapból kattant volt, egyszer-kétszer mutatták, és hogy nem volt a szimpatikus a mosolya, mondjuk azt. És igazából amikor őt ezt megölte, akkor még egy musical volt a legvégén, énekelt ugye Phoenix halála közben, tehát hogy leszúrás közben, vagy valami dalba játszott. És egyébként azt énekelte, hogy a fiam majd tovább viszi, mert ugye volt egy pillanat, amikor Harley Quinn-nel Harley elvileg bejutott hozzá az egyik zárt részhez, és akkor ott elvileg szeretkeztek, és megfogant de a gyerek. De kiderült, hogy az is kamu volt. Na és ez az, hogy egyrészt... Nem. Egyrészt bennem feltette a kérdést, hogy Harley bejutott-e vagy sem, és ez csak a fejében van, vagy sem. Tehát már ez. Onnantól kezdve az is, hogy gyereke van, vagy sem. És igen, a végén valószínűleg kamu volt, de hogy az ő fejében, és akkor innentől merült bennem fel az egész, hogy ő azt mondta, hogy a fiam majd tovább viszi, ugye, valószínűleg nem volt fia, valószínűleg nem is történt semmi, és ez csak a fejébe történt, hogy Harley Quinnben volt, mert ha végig gondoljuk, hogy miért engedték volna be őt oda egy elzárt emberhez. Nekem egy kicsit ilyen gyanús volt, de nem is ez a lényeg, amit ki akarok hozni belőle, hanem az, hogy akkor azt mondja, a fia folytatja. Szerintem ez egy átvitt értelem a filmben. Hogy a rendező azt szerette volna mondani, pont, hogy amit felépítettem az egybe, hogy van egy Joker, van valami, amit a végére már elkezdtenek követni. Kettőben már istenítik. Tehát, hogy mondod tényleg, hogy már vannak Jokerek az utcán, már vannak olyan mozgalmak, amik egyébként próbálják utánozni ezt a Joker effektet. És mintha azt akarnám mondani, hogy majd a fiam folytatja, itt igazából nem a saját fiára, nem a vér szerinti fiára kell gondolni, hanem tényleg arra, hogy beindítottam a mozgalmat, most már lehet egy új Joker, és ha a képregényekbe beleugrunk, nagyon sok variációk vannak. Ugye Batmanből is van 7, nem tudom hány volt, hogy Robin vette át volt, hogy ez vette át, az vette át. Egyébként Jokerben nem vagyok biztos, de szerintem ott is volt több variáció. Miért ne lehetne itt is? Tehát, hogyha most maradunk abban, hogy ez egy képregényfilm, akkor ott mindig van váltás, mindig van egy más valaki. Ha meghal az egyik, akkor mint tudom, x év múlva visszahozzák felére, valaki átvette a helyét, valaki nem tudom, átváltozott, és akkor onnantól kezdve ugyanazt a szerepet ölti magára, és nekem itt is ez jött fel, hogy itt is ezt éreztem, hogy nem kell az a Joker, akit mondjuk láttunk a Batman, Arkham vagy a Dark Knight szériába, hogy nem a Jokert mutattuk be, igen, hanem egy mozgalmat beindító személyt. És hogy ki lesz a legnagyobb Joker később, az meg it's up to you, vagy up to the movies, the other movies, hogy majd meglássuk azt a Jokert, akit nagyon szeretünk, úgymond. Tehát, hogy ilyen szempontból nem gondolt láttam azt, hogy miután egy kettőt megnéztem, és visszatekintettem az egyre, hogy nem gondoltam azt, hogy Arthur az a Joker, aki Batman ellen tudna menni. Tehát, hogy... Most amúgy ezt mondod, ebben így amúgy van valami. Ez jogos. Tehát, hogy annyira gyenge volt a karakterünk ficimiskája. Nem volt okos, nem volt lángelme, nem tudott volna nem tudta volna átvenni Batmant, aki egyébként egy detektív, aki egyébként ugye gadgetekkel van ellátva, és Joker valahogy mindig az sok, mivel kiszámíthatatlan és nagyon elmebeteg, úgymond, mindig nagyon-nagyon erős ellenfele volt Batmannek. De szerintem ez a Joker ez nem tudott volna. Arthur nem tudott volna az lenni. Még ha kijött belőle ez a Joker is, még ő se tudott volna szerintem az lenni, aki megállta volna a helyét egy Batmanben. Voltak ilyen fantáziáim, hogy hú de jó lett volna, hogyha a 2022-es Pattinsonos Batmanben valahogy összehozzák, mert az talán még földhöz ragadta Batman, mint a Dark Knight-ok, és hogy mondom, akkor azba, hogyha valahogy beépítik, tök jó lenne, de még Pattinson ellen se tudna mit kezdeni ez a fajta Joker, ez az Arthur féle Joker. És így nekem teljesen átjött a vége, hogy igen, majd valaki ki fog nőni a tömegből, aki tudja megfelelően képviselni ezt a mozgalmat, és még erősebben, és még több követője lesz. Na, tök jó. A hallgatókat is bátorítom, hogy az ő verziójukat is, vagy a ti verziójukat is írjátok le nyugodtan a kommentbe, hogy ti mit gondoltatok a befejezésről. És hát a podcast vége felé járunk, úgyhogy a szokásos ajánló rovattal fogjuk zárni szintén, úgyhogy akinek tetszett, hát ez a musicales Joker, azoknak hoztunk néhány ajánlást. Amúgy nehéz volt szerintem most erre a filmre ajánlót írni, vagy szedni, mert én nem nagyon találtam, és csak így részlegesen átfedő dolgokat tudtam igazából hozni. Szóval, ha valaki a musicaleket esetleg nagyon kedveli, és még nem látta volna a Chicago című filmet 2002-ből, akkor annak azt ajánlom, mert az egy kifejezetten jó musicales film, vagy mondjuk, hogyha már kicsit horrorosabb vonal, de még mindig musical, akkor a Sweeney Todd című filmet, Johnny Deppel 2007-ből, de hogyha valakinek a Jokerből nem volt elég, és valamiért nem láttam volna a Nolan-es Dark Knight-okat, tehát akkor a Dark Knight a középső részét a Nolan trilógiának, már ugye abban van a Joker benne, akkor azt nyilván, de amúgy nehéz hasonló filmet találni, megmondom őszintén, nem tudom, hogy neked sikerült-e valamilyen ajánlót hozni? Hát igazából ennek a filmnek is egy nyomasztó hangulata volt az egész filmnek, ezt az egy tudja nagyon jól hozni, tehát hogy nyilván a Joker egyet azt mindenképp meg kell nézni a kettő előtt, mivel egyértelmű a rögtön azután, az egy után folytatódik. Amit az előbb említettem, talán a Batman még, ami kicsit dárkosabb és nyomasztóbb, és talán és most a 2022-es Pattinson-féle. És abban most indult el a Pingvin című sorozat. Így van, és 26-ban, ha jól emlékszem, akkor fog jönni majd a második része egyébként a Batmannek. Tehát, hogyha nyomasztó hangulatot szeretnétek, és hasonló földhöz ragadt, sokkal földhöz ragadtabb Batmant akár, akkor talán ez. És még erre visszakracsítva egy pillanatra, hogy ez a film egyébként nem egy sablonfilm volt. Tehát, hogy Alien, Romulus most kijött, sablonfilm valószínűleg. A Predátorokat nézve sablonfilmek. Nagyon sok sablonfilmeket látunk, ez nem az. Ez egy nagyon-nagyon egyedi film. Tehát, hogy szerintem nagyon különleges valamilyen módon. Az, hogy most rossz vagy jó, azt mindenki könyvelje el, de különleges film. Nem tudok még egy ilyen különleges filmet ajánlani, és mondom most nem feltétlenül csak a kettőre, hanem az egyre is gondolok. A kettő együtt nekem különleges volt, nem megszokott, nem tudnék hasonlót mondani. Talán mondom a Batman, ami talán egy kicsit közelébe érhet a 2022-es. Hallgatóknak pedig köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Lali, neked megköszi, hogy elfogadtad a meghívást. Legközelebb egy hónap múlva fogunk találkozni a novemberi adásban, hogy miről fogunk beszélgetni, az egyelőre még titok, mert még én magam se tudom, de addig is jó podcast hallgatást kívánok mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok!